Monori Anita keramikus művész kecskeméti kiállítása tavaly novemberben a járványügyi intézkedések miatt elmaradt. A tárlatot végül tegnap, február 24-én nyitották meg a Kápolna galériában. Monori Anita a felszín alatt címet viselő kiállítása elsősorban a Magyar Művészeti Akadémia művészeti ösztöndíjasaként létrehozott alkotásait tárja a közönség elé, de bemutat néhány korábbi munkát is. Az ösztöndíj alatt készült tárgyak a digitális technológiákkal folytatott kísérletek eredményei. A művész folyamatosan ontja magából az ötleteket, ugyanakkor formai megoldásai egyszerűségre törekvők, nincs meg bennük sem a túl tervezés, sem a túl formáltság mozzanata. Főként geometrikus karakterei így is nagyon változatosak, egyaránt felhasználják a CNC marás és a 3D nyomtatás adta lehetőségeket. A március 11-ig látogatható tárlatot Lublói Zoltán Keramikus művész nyitotta meg. A kiállítást munkanapokon 13 és 17 óra között tekinthetik meg.